Köszöntöm nézőinket, friss híreink következnek, nézzük, melyek a fontosabbak. A szeptemberben tapasztalt módon történik a választás december 6-án. A közösségi találkozást mellőzve online közvetítéssel zajlik az adventi gyertyagyújtás Gyertyúszent Miklóson. Szigorú óvintézkedések mellett eddig sikerült megúvni a hajléktalan szálló lakóit a koronavírustól. Szeptemberben tapasztalt módon történik a választás december 6-án is. A körzeteket ugyanott, ugyanúgy alakítják ki. A választóknak és a szavazóbiztosoknak is kötelező a fertőtlenítés és a maszkviselés. Mozgóurnát azok is igényelhetnek, akik elkülönítésben vannak. Parlamenti képviselőket és szenátorokat választunk vasárnap. Most is mindenki a szokott helyen adhatja le a voksát. A koronavírus járvány miatt egy sor óvintézkedést ültetnek gyakorlatba a szavazókörzetekben. Vigyázni kell a távolságtartásra, maszkot kell viselni, a körzetekbe csak lázmérés után léphetünk be. A választás, ami 6-án lesz, az nem jelenti azt, hogy itt most egy nagy tömegrendezvényről van szó, hiszen a reggel 6-tól este 9-ig tartó szavazási program alatt azért gondolom, hogy megfelelő higiéniai körülmények között mindenki el tud menni, és biztonságosan le tudja adni majd a voksát. Tehát jövő héten fogva törekszünk arra, hogy minél inkább tudatosítsuk a Gyergyószent Miklósi szavazópolgárokban azt, hogy december 6-a nem csak a város ünnepe, hanem egyben az erdélyi magyarságnak a képviseletéről is beszélni kell, és hátha, hogy valamennyiünk, tehát a magyar képviseletnek az ünnepévé fog válni ez a nap. A magyarság részvétele kiemelten fontos ezen a választáson. A december 6-ai szavazással lezárul egy olyan momentum, amely majd meghatározza az elkövetkezendő 4 évnek a gazdasági fejlesztését, meghatározza a politikáját, tehát meghatározza majd a hétköznapi életünket. És erre készüljünk fel, hiszen a helyettossági választásokon nem végeztük el minden feladatunkat, minden munkánkat, csak fél munkát végeztünk el. A teljes munkát most fogjuk elvégezni, december 6-án, és ahhoz, hogy nekünk erős képviseletünk lesz a bukaresti parlamentben, az Gyergyószent Miklósnak is létkérdés. Úgyhogy mindenkit megkérek, hogy amennyiben teheti, fiatalt, időset, menjenek el és szavazzanak. Azok, akik karanténban vannak, vagy izolációban vannak, vagy azok, akik oknál fogva ágyhoz kötöttek, azokat az orvosi, családorvosi, mondjam azt, igazolással, illetve kéréssel a mozgóurnák elérik. Tehát, hogy számítsanak arra, hogy sokkal nagyobb figyelmet fogunk fordítani a mozgóurnás szavazásra is, és mindenki, aki nem tud eljönni, az igényelje ennek a lehetőségét. A mozgóurnákat a választást megelőző napon, szombaton lehet igényelni 18 és 20 óra között az illetékes szavazókörzetnél. Kérést kell letenni, mellé csatolni a személyi igazolványt, orvosi vagy közegészségügyi igazolást. 4916 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak az elmúlt 24 órában Romániában. Igaz, az elvégzett teszteknek majdnem egyharmada pozitív lett, mivel összesen az országban 15.701 tesztet végeztek el. Továbbra is alacsony az új esetek száma Hargita megyében, ahol mindössze 11 új fertőzést azonosítottak szerdán. Gyógyultnak viszont közel 60 szemét nyilvánítottak az elmúlt 24 órában. A közösségi találkozást mellőzve online közvetítéssel zajlott az adventi gyertyagyújtás Gyergyószent Miklós főterén. A következő gyertyát jelképező fénytest meggyújtására azonos időpontban, de új helyszínen kerül sor. Advent vasárnap előestéjén kapcsolták fel az első gyertyát jelképező fénytestet Gyergyószent Miklóson a főtéri Szent Miklós szobor előtt lévő óriás koszorún. Csupán néhány személy kapcsolódott be az eseménybe. A városlakók online, a Gyergyó TV-ben és a Facebookon követhették figyelemmel az elhangzottakat. Erdős Nándor pedagógus adventről szóló történelmi visszatekintője után Csergő Tibor András polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a történelmi egyházak képviselői köszöntötték az eseménybe bekapcsolódókat, illetve együtt imádkoztak. A jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a szokásos módon tartsák a városi adventi gyertyagyújtást. Most szombatonként kerül sor az eseményre. Nem gyertyát gyújtanak, hanem a város három pontján,
A főtéren, a Szent István téren és a Szent József templomnál lévő nagy koszorún kapcsolják fel a fénytesteket. Legközelebb december 5-én szombaton a Szent István téren tartják az eseményt. A 18 óra 30 perckor kezdődő jelképes gyertyagyújtást ezúttal is élőben közvetítjük a televízióban és a Facebookon. A szervezők arra kérik a lakókat, hogy így kapcsolódjanak be az ünnepségbe, a helyszínre ne menjenek. Románia mindössze 580 eurót költött lakosonként az egészségügyre 2018-ban, ami a legalacsonyabb összeg Európai Uniós viszonylatban, derül ki az EU statisztikai hivatala által szerdán közzétett adatokból. Az egyfőre jutó egészségvédelmi költségek Dániában voltak a legmagasabbak, aztán Luxemburg és Svédország következik a sorban. Az uniós átlag 2982 euróra tehető. Szigorú óvintézkedéseket vezettek be a hajléktalan és anyaszálón az otthon lakóinak védelme érdekében. Eddig még egyikük se betegedett meg ezeknek köszönhetően. A térre felkészültek, ám a pincében bőven van hely nagyobb mennyiségű tartaléknak is. 21 lakója van most a Kossuth Lajos utcai hajléktalan és anyaszállónak. Közülük három anyuka 6 gyerekkel az emeleten lakik, a többiek a földszinti szobákban élik mindennapjaikat. Az otthonban mindig is szigorú szabályok mentén éltek a lakók, a világjárványban pedig újabb szigorításokra volt szükség. Látogatókat egyáltalán nem fogadhatnak, kimenni csak indokolt esetben lehet az udvarról. Egyszer is nem szabad kijárjanak, kijárási tilalmat. Csak azok mehetnek ki, akiknek orvoshoz kell menni, vagy gyógyszert kell vásárolni, de annak is mi általában orvosi vezetőnk beszerzi. Vagy hogyha olyan rövid távra el kell mennie, egy van kinevezve, aki maszkkal és feltételekkel elmehet bevásárolni a többinek, úgyhogy így megoldottuk. Fertőtlenítünk, nem járnak egymásnak a szobájába, van egy társalkodónk ott, vagy az udvarra, hogyha kijönnek, ott is lefertőtlenítjük, ott is gyakrabban fertőtlenítünk. Tehát egymás szobájába nem mennek el, sőt az ebédlőbe is nem mennek egyszerre be ebédelni, hanem vagy reggelizni, vagy vacsorázni, hanem beosztjuk, hogy a másfél méteres, két méteres távolságot tudják betartani egymás között, és így megóvtuk, hála Istennek, túl vagyunk már egy teszten, és mindenki negatív volt, úgyhogy nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy mi is jól védekeztük, a tervet jól alakítottuk ki, és ők is fegyelmezettek voltak, és megértették azt, hogy csak így lehet védekezni, hogyha mi magunk is védekezünk. Elfogadták, jól viselik a szabályokat a lakók. Nem elégedetlenkednek, megértették, hogy óvakodni kell, hiszen veszélyes járványtomból. Védőmaszkot hordanak, a konyhán dolgozók teljes védőfelszerelést kapnak. Sok plusz kiadást jelent mindez a fenntartónak, de eddig sikerült kiszorítani a szükséges összeget a védekezésre. Van egy kicsit nagyobb terhet, mert be kellett vásárolni a fertőtlenítőt, védőruhákat, maszkokat kellett vásárolni, sőt a konyhán dolgozóknak külön védőruhákat kellett vásárolnunk, úgyhogy egy kicsit meghúzta az anyagi lehetőségeinket, de sikerült túlvészelni. A térre is készülnek az otthonban, bár be van vezetve a gáz, tűzifát is beszereztek, hogy legyen a hideg napokra. A pincében is van még pár csomag rizs a tavalyi adományokból, jól beosztották, amit nézőinktől kaptak. Idén is számítanak a segítségre, hogy az otthon lakóinak megfelelő ellátást biztosíthassanak. A hajléktalan szálló és lakói megsegítésére indított jótékonysági kezdeményezésünk által nézőinknek is lehetőségük van hozzájárulni az otthon fenntartásához. Tartós élelmiszer gyűjtünk, mint minden évben, péntekig még várjuk a felajánlásokat székhelyünkön. Több mint 100 éve csatolták Erdélyt Romániához, egy évszázad sem volt elegendő azonban ahhoz, hogy érvényt szerezzenek a gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltaknak. Most európai szinten próbálnak érvényt szerezni a kisebbségi jogoknak a Minority Safe Pack elnevezésű állampolgári kezdeményezés révén.
Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára, mindenik népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által, áll az Erdély Romániához csatolását kimondó 1918. december 1-én elfogadott gyulafehérvári nyilatkozatban. Mindez azonban csak ígéret maradt. A kisebbségek, így a romániai magyarság figyelme is most Európa felé irányul. A Minority Safe Pack lehet ugyanis az első olyan polgári kezdeményezés, amelyet európai uniós szintű jogalkotási javaslatok követnek. Pénteken áttörés történt a kezdeményezés kapcsán, számolt be híradóknak Vince Lóránt európarlamenti képviselő. A német parlament, a Bundestag egyhangú határozatot fogadott el arról, hogy támogatja a kezdeményezést, sőt, kéri a német kormányt, foglalkozzon behatóan az európai kisebbségvédelem kérdésével. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnökeként is tevékenykedő Vince Lóránt nagyon fontosnak tartja a Bundestag jelzését. Mindenféle érzékenységek előkerülnek, ilyenkor a Románia képviselőinek az ellenkezése mellett balti államokból a spanyol kollégák részéről fogalmaztak meg kifogásokat, de azért mégis látni kell, hogy az európai őshonos közösségek érdeke, védelmük Európai Uniós feladattá kell váljon, ezt célozzák az aláírások, és most ideje lépni. A hónap közepén közmeghallgatást tartanak az Európai Parlamentben, akkor fogadja el a parlament a támogató határozatot. Az Európai Bizottságnak január 15-éig kell döntenie a törvénykezdeményezésről, a jogalkotásról. Mivel a bizottság elnöke Ursula von der Leyen maga is német, Vince Lóránt bízik a bizottság kedvező döntésében, és ennek nyomán olyan intézkedések meghozatalában, amelyek végre előre lendítik az őshonos kisebbségek védelmét az Európai Unióban. Hogy ez pontosan miként fest majd, az csak januárban derül majd ki. December 3-án csütörtökön 10 órától lehet benyújtani az igényléseket a kormány harmadik 50-től 200 ezer eurós befektetési támogatások kis- és középvállalkozások részére elnevezésű gazdasági élénkítő programjára. A pályázóknak 15% önrészsel kell rendelkezniük. Az igényléseket a grantur.imme.gov.ro linken keresztül lehet majd feltölteni. A pályázatok benyújtási határideje január 29-e 20 óra. Az igényléshez szükséges dokumentumokat a gazdasági energetikai és vállalkozásügyi minisztérium honlapjáról lehet letölteni. 19. alkalommal került megszervezésre Csíkszeredában a Csángó napok, amely évről évre alkalmat ad a csángó kultúra bemutatására, megismertetésére. Ebben az évben is kétnapos programsorozat várta az érdeklődőket, rendhagyóan az online térben. A Hargita megyei kulturális központ, Hargita megye tanácsa és a Szent Kereszt római katolikus plébánia szervezésében idén is sor került a Csángó napokra, immár 19. alkalommal. A jelenlegi korlátozások nem engedték a kulturális rendezvény fizikai megvalósítását, de annál nagyobb sikert aratott az online térben. Fazekas Tímár Karina néprajzkutató Csángó népdal oktatással színesítette a programokat. A kulturális központ munkatársai, akiket már egész gyerekkorom óta ismerek, ők megelőztek engem, és ők kerestek meg azzal a felkéréssel, hogy vállaljam el az online ének oktatást. Első perctől igent mondtam, hiszen szívügyemnek tartom a Csángónap programját, de úgy egyébként is a moldvai magyarokkal való foglalkozást. Nekem az volt a célom, hogy mindenképp a gyerekekhez is szóljak egy kicsit, ugyanakkor a felnőtteket is be tudjam vonni, de legfőképp szerettem volna egy adventi éneket is tanítani, mivel hogy ugye most nem sok lehetőség van arra, hogy ilyen adventi foglalkozásokon vegyenek részt az emberek, ezért mindenképp szerettem volna az adventet is belefoglalni. November 28-án szombaton Csángó népdal tanulással kezdődött a rendezvény a néprajzkutató előadásában. Kedves álmod, hogy szereznál szülöttjének, Szűz Mária, így énekel kisdedének. Én is szépen zengek néked, gyöngyvirágom, Hunybi fényes szemecskédet, aranyágom. Ha lehetne, a szívembe fogadnálok,
lehetne a lelkembe bizarnálok. Kábelembe vetnik agyot gyöngyvirágom, lelkem lenne lakuházott aranyágom. Szombat délután az előző évi visszatekintést láthatták az érdeklődők. Vasárnap a moldvai csángókért szólt a harang a csíkszeredai milleniumi templomból. A Szent Misén az első gyertya is lángra lobbant, amely a hit szimbólumaként jelképezte a várakozást. A pusztinai származású néprajzkutató énekeivel működött közre ez alkalomból. A misén és az oktatás alatt is fontosnak tartottam népviseletben lenni, hiszen csak akkor tudom teljes mértékben átadni a saját viszonyulásomat, érzéseimet a kultúra iránt, ha az ének, a történet és a viselet együtt van, vélekedett a néprajzkutató. Karinát arról is megkérdeztük, hogy az online tér befolyásolta-e a rendezvény sikerességét az eddigiekhez képest. Meglepő volt számunkra, hogy milyen nagy mértékben érdeklődtek az emberek a programok iránt. Ugye az énekoktatáson kívül is, a misén kívül voltak más programok is. Az eddigi évekből volt levetítve pár pillanat a műsorokból. Volt fotókiállítás, tehát volt más program is, és egyáltalán nem észleltünk csökkenést a létszámba. Viszont, amit személyes tapasztalatból tudok mondani, hogy az eddigi években akárhányszor felléptem a csángó napon, egy kicsit közelebb jutottam a csíkszeredai vagy a csíkszereda környékén lévő emberekhez. Most ez egy kicsit nehézkésebb volt, mivel hogy egy képernyőn keresztül tudtam hozzájuk szólni. Minden évben moldvai emberek is vettek részt, Moldvából jöttek ki Csíkszeredába, és részt vettek a csángó napon, viszont idén ugye a járványügyi helyzet miatt ez nem volt lehetséges. A vasárnapot és egyben a rendezvényt Ádám Gyula fotóművész virtuális fotókiállítása zárta. Mutatjuk még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. A szeptemberben tapasztalt módon történik a választás december 6-án. A közösségi találkozást mellőzve online közvetítéssel zajlik az adventi gyertyagyújtás Gyergyószentmiklóson. Szigorú óvintézkedések mellett eddig sikerült megúvni a hajléktalan szálló lakóit a koronavírustól. Jöjjenek a Fit percek most, utána a választási műsorban Mezei Jánossal, az EMS társelnökével beszélget munkatársunk. Napszemlével jövünk holnap este is, viszontlátásra akkor!